Sziasztok, Neó vagyok. Jó régen nem találkoztunk. Sokat gondolkoztam, hogy visszatérjek-e a YouTube-os közösségbe, mert hiányzik az alkotás, de a legtöbbször azzal hesegettem el magamtól a gondolatot, hogy rengeteg időt viszel, és igazából senkit nem érdekel. Aztán az élet közbe szólt, mert egy nézőm látta a Johnnyről szóló kritikámat, és felhívta rá a figyelmem, hogy ez a játék nagyon hasonló ahhoz és mivel én nagyon szerettem a journey több sem kellett ahhoz, hogy beleugorjak és kipróbáljam ezt a nagyszerű alkotást. Az érzésem valahogy az volt, ez közvetlen folytatása lett a Journey-nek, viszont a Sony úgy dönthetett, lelövi a projektet, így kénytelenek voltak androidos platformra kiadni a játékot. Több dolog is utal erre, egyrészt a játék irányítható duások négy kontrollerrel, és nem csak hogy irányítható, de pár funkciót lesz számítva, inkább arra lett tervezve, mint érintő kijelzőre. Valamiért a kamera mozgatása rendkívül kényelmetlen érintő kijelzőn, 5 perc után már kerestem a duások négyet, viszont azzal az irányítás kényelmes és kiegyensúlyozott. Másrészt a játékbeli sessionök elég hosszúak. A legtöbb mobilos játék körei nagyjából 10-15 percesek, ehhez viszont le kellett ülni az embernek pár órára, hogy tényleg magával ragadja a játék Játék, és ki tudjon kapcsolódni. Harmadrészt pedig a játék erőforrás igénye enyhén szólva magas, legalább annyira, mint az államadóság. Oh, gosh, that's funny! That's really fun. Volt szerencsém három eszközön kipróbálni a játékot, és csak egyen futott normálisan egy Xperia XZ Na most a másik két eszközöm se egy szar a hardware tekintve, mert egy P20-on és egy T5-ös tableten sem futott rendesen a játék, pedig hát mind a kettőben egy 8 magos processzor van 4 gigarammal. Vagy talán érdekesebb kérdés, hogy a Sony telefonomon miért futott jól a játék, a huawei meg miért nem? Persze a játék jelenleg beta fázisban van, ezért nagy nehezen lélekben túlléptem azon, hogy a játék borzasztó mód optimalizálatlan, viszont mikor ezt elfogadtam, Rájöttem igazából, nem sok hasonló játék van a play ami ráadásul ingyenesen elérhető. Oké, persze a játékban vannak mikrotranszakciós elemek, de semmi olyan, ami gátolna a továbbhaladásban. Többnyire gesztusok, amivel ki tudod mutatni az érzéseidet egy másik játékos felé, mert hogy a Journeyhez hasonlóan az utat itt is többen magunkkal tehetjük meg, kommunikálhatunk egymással, chaten keresztül, egymáshoz közelérve feltölthetjük egymást, ahogy a levegőben levegünk. I With my wings, fly away. Most, hogy előttem a bevételszerzésem utolsó morzsáját is, elmondanám, hogy a játékban van egy nyúlfarknyi történet, de igazából nincs jelentőségem, mert a játék elsődleges drive -ja, a repülés, a felfedezés, kaland, és ezt a hármat tökéletesen tudja a játék. Persze emellett ott van a barátkozás, kapcsolatok építésének lehetősége, amik mind nagyon remekül bele vannak integrálva a játékba. Alapvetően ez egy művészi játék. Mász meg ez kurva mély! Ha már művészi játékról beszélünk, illene megemlíteni a grafikát, ami igencsak felemásra sikerült. Helyenként baromi jól néz ki a játék és látványos, valahol meg a régi Java játékokat megidéző pixeles felhőkkel találkozunk, dacára annak, hogy mint mondtam, a játék erőforrás igénye hatalmas, és nem fut el akármin, ami persze javulhat, hogyha a játék kilép egyszer a beta fázisból. Így hát tesztem végére igen vegyes érzésekkel álltam fel a mobilom elől, mert egyfelől imádtam a játékot a művészi grafikáért, a kiváló sound az egyedisége miatt, másfelől úgy éreztem ennek a játéknak valahol nagyobb platformon, PC-n, PS-en lenne a helye, ahol nincs korlátozva az erőforrás igénye, és igazán szép tud lenni. Ha tetszik nektek a játék, adjatok neki egy esélyt, de wifi meg töltő legyen a közelben, mert a különböző pályákat külön tölti le, és nagyon szereti enni az aksit, viszont ehhez hasonló élményt nem kaptok meg más játéktól. Ha pedig szívesen látnátok tőlem hasonló gyors teszteket, kérlek nyomjatok a videóra egy lájkot. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!